elkészült az erdélyi iskola szállásadó épületének felújítása. A könnyűfém szerkezetes tájidegen létesítményt környezettudatossá alakították és akadálymentesítették, így az átadás után már ez az épület várja majd az erdélyi iskolába érkező általános iskolásokat. Ez azonban csupán egyik szelete a Nagykáló harangodon végzett fejlesztéseknek, hiszen a területen 3 pályázati program is megvalósult a közelmúltban. Így a konténerházak felújításán túl új mosogatóhelyiséget alakítottak ki. Lecserélték az étkezőként funkcionáló épület héjazatát, valamint új belsőt kapott az információs ház. A harangod az mindig is kiemelt szerepet játszott a város életében, azért az elmúlt 20 évben, több mint 20 évben, de elődeink is már fontosnak tartották ennek a fejlesztését. Én jó magam, amikor kezdtem a munkámat, akkor is mindig minden évben történtek jelentős lépések. Az első években ugye a tulajdonjog megszerzése volt a cél, azt is megoldottuk hamar, később pedig a koncepcionális fejlesztés. Készültek tervek, vannak olyan tervek, amiket meg tudunk valósítani, vannak olyan tervek, amiket még nem tudunk megvalósítani, de fontos oda sok nagykálói jár az év különböző napjain, akár csak sétálni is, vagy túrázni, vagy a táborokra, ha utalok, akkor egyértelmű. Sok rendezvényünk van, sok közösségi eseményt tudunk ott megvalósítani. Ezért is fontos az, hogy oda olyan infrastruktúra fejlesztési céljaink legyenek, ami mindenképpen a hosszú távú és a jövőnek szól. Például az erdélyiskola megalkotása, létrehozása, most ennek a fejlesztése, azt gondolom, hogy erre utal, és ezt mindenki érezheti a magáinak. Aki elmegy arra és megnézi, akkor igazán azt gondolom, hogy a környezetbe illő, nagyon szép épület lett az erdélyiskolás rész. Az információs épületet is felújítottuk, valamint egyéb olyan kisebb fejlesztések készülnek, ami szintén az odalátogatóknak, a nagykálóiaknak a főzési lehetőségeit, vagy szórakozási lehetőségeit, vagy rendezvények alkalmával a kényelmi szempontjait segítik. Juhász Zoltán polgármester továbbá arról is beszélt. A beruházások legfontosabb célja egy olyan minden igényt kielégítő pihenőövezet kialakítása, amely megfelel a kor kihívásainak, s amelyet mind a nagykálóiak, mind pedig a területre látogatók is magukénak éreznek.